Nagytisztelettel köszöntök mindenkit a 2014-15. Tanév kimintudának, kimintudjának eredményében. Gondolom, mindannyian nagyon izgatottak vagytok. Igazok, akik első, második, harmadik helyezést értetek el. Mielőtt elkezdjük az eredményhirdetést, szeretném megköszönni minden résztvevőnek, hogy tisztességesen felkészültetek a kimintudra. Szeretném megköszönni minden felkészítő nevelőnek, szülőnek, edzőnek, akik segítettek titeket abban, hogy ilyen eredményesen, ilyen szép műsor számunkkal örvendeztessetek meg minket és egymást. Kérek szépen mindenkit arra, hogy fegyelmezettem, figyeljetek egymásra, hiszen mindenkinek jól esik, amikor kijön ide és átveszi díjat vagy oklevelet, mindenki őt nézi és őt tapsolja. Köszönöm a munkátokat és átadom a szót Monika nénének, illetve Erikának. Jó szórakozást! Köszönöm, hogy ha már itt vagyok, ugye? És a dicséret és a tisztelet, úgy, ahogy igazgató úr is elmondta, mindenki illet, aki felkészült, aki felkészített, aki szerepelt, aki segített, és aki szurkolt a szereplőknek, tisztelet teljesen tapsolt, hogy minél jobban sikerüljön a produkció. Amit látjátok itt az asztalon, különböző díjak készülnek el. Ebben az évben egy új dologba kezdünk, és remélhetőleg hagyományt. Ki mit tudom, az első három helyezett oklevelet kap, a többiek emléklapot kapnak, illetve az első helyezettek vándordíjat vagy vándorpakettet kapnak, ami ezt jelenti, hogy sajnos hazavinni ezt ugyan nem lehet, de kint itt látjátok az átjáróval a vitrineket, oda bekerül a díj, bekerül az első helyezett, illetve a második, harmadik helyezettek is a neve, a produkció, amelyen részt vett, és természetesen fotózásra is sor kerül, a fényképet az első helyezett majd megkapja, hazaviheti és elmeheti a népbe. Akkor kezdjük a díjátadást. Emléknapban, illetve levélben részesülnek, kitettek magukért. Kezdjük akkor a vers kategóriával. A vers kategóriában emléklapok hoztására kerül most sor, majd a harmadik, második és első helyezett részesülők levélben. Akkor kérem, hogy fáradjon ki, aki a nevét hallja. Emléklapot kap Cseri Nóra és Keller Alex Christopher 4. B-osztályosnak. Martin 4.
második állapot. Keán Petyse, ötödik félosztályos. És Sima Barnabás, ötödik félosztályos. Helyezést kérnek el. Először a harmadik, majd a második, és legvégül az első helyezést kerül kihirdetésre. Az első helyezettnek pedig Elek bácsi átadja majd a várható plakettet, ami itt a szélén látható az asztalunknak. Arra kérném az első három helyezettet, hogy ne menjenek el majd, amikor átvették az oklevelet, hiszen szeretnénk róluk egy emlékfotót készíteni, amit később megkaphatnak. Anikó néni segít majd a fotózásnál, itt történik oldalt, kérjük, maradjatok majd. És akkor halljuk. Az iskolai kimiput vetélkedőn vers kategóriában elért harmadik helyezéséért oklevélben részesül Rácz Noémi és az iskolai kimikút vetélkedőn próza kategóriában elért második helyezéséért oklevélben részesül Göcő Lívia. Hangszeres zene kategóriában második helyezést ért el a felső tagozatos csengettyűs csoport. És majd a díjoztó végén
Jó, akkor jön mindenki, akkor jöjjön mindenki, aki a felső tartás. Még a néni, te is gyere, légy szíves, hiszen zenéltél velük nézni. Kérünk szépen egy tapsot. Ne menjetek el! Ezt még meg kell szokni, lehet, ne menjetek el. Gyere, Éva néni, vissza! A zsűri a hangszeres zene kategóriában két első helyezést adott ki. Első helyezett lett és oklevélben részesül Szabó Nikolett.
Attila, 8. osztályos tanár.
És szintén egy kiemelt díjat adunk át még a végén olyan tanulónak, akinek nehéz lenne első helyezéssel elismerni a teljesítményét, ezért is kapja meg majd a kiemelt díjat. Akkor hallgassuk. Tánc kategóriában elért harmadik helyezésért doklevélben részesül Kelemen Lili 6. B-osztályos tanár. Második helyezésért a második A-osztály Trió című produkció. Thank you.
kategóriában a harmadik, negyedik évfolyamos korcsoportban. Második helyezést ért el a harmadik B, negyedik A és negyedik B osztályos tánccsoport. Oh!
jöjjenek majd ki, vegyék át a díjat, és itt oldalt a fotózásokányra majd. És most már úgy érzékelem, hogy valóban elpargultatok, úgyhogy sor kerülhet az első fejezés kihirdetésére. A jelenet zenés jelenet kategória első helyzetje, a negyedik állapot. Kiemelkedő nyújtott kiemelkedő szereplésért a 8. osztályos csapatosok.